kedves nézőt! Ma március 4-én, amikor alig egy hónap választ el a választásoktól, ma abból a legutóbbi tapasztalatomból szeretnék kiindulni, amit politikusokkal folytatott beszélgetések után szűrtem le. Egyszerű képviselőjelöltekről van szó, tehát nem a nagy politikával van mindez kapcsolatban, de nagyon tanulságos volt egy találkozásról van szó, ahol szó került arról, hogy egy bizonyos nemzeti pártnak a képviselői hogy tudnának nagyobb tömegtámogatottságot elérni, és mik lehetnek azok a módszerek, amelyekkel a súlyukat meg tudnák növelni, és bekerülhetnének a parlamentbe, és ott talán valami pozitív tevékenységet ki tudnának fejteni. És én ebből indulnék ki, és ehhez szeretném mindazt fűzni, amit a jelenlegi helyzetben, világhelyzetben és a hazánk helyzetében is fontosnak tartok ismerni és megismerni. Tehát arról van szó, hogy most ugye minden párt azon dolgozik, hogy minél jobb eredményeket érjen el a választásokon, de maga a választópolgár már nagyon szkeptikus. Már nagyon is gyanúsnak tartja mindazokat a kijelentéseket, módszereket, sőt, hát azokat az eredményeket is, amiket felmutatnak bizonyos pártok és bizonyos szervezetek, és mindent megkérdőjelez. Mit tapasztaltam én ezen a találkozáson körülbelül egy héttel ezelőtt? Azt, hogy az a nagyon jó indulatú képviselőjelölt, annak a nemzeti pártnak a képviselőjelöltje, aki pozitív irányba akarja elmozdítani a nemzet helyzetét, ezek a képviselőjelöltek és a kampányfőnökök mindent úgy csinálnak, mint ezek előtt, tehát körülbelül 4-5 évvel. Pedig azóta nagyon sok változás történt. Nem csak nálunk, itt az országban, hanem a világ helyzetében is. És ha nem veszük figyelembe, akár egy választási kampánynál azt, hogy milyen helyzetben van a világ, és milyen helyzetben van az emberiség, akkor nem számíthatunk arra, hogy saját nemzetünket, a mi életünket, a családunk, a rokonaink életét meg tudjuk javítani, vagy egyáltalán meg tudjuk menteni. Mert azt már nagyon sokan kijelentették, hogy ebben a világhelyzetben maga az emberiség került végveszélyben. Mik hangzottak el itt ezen a találkozón? Hát az, hogy olyasmi a kampány időszakban ne nagyon hangozzék el, ami hátrányos lenne a párt részére, illetve a képviselőjelölt részére. Tehát bizonyos szavak, bizonyos megnevezések, bizonyos folyamatok ne hangozzanak el. Tehát azzal ne foglalkozunk. Márpedig én azt hiszem, hogy pontosan azokkal a folyamatokkal kellene foglalkozni, amivel eddig a pártok nagyon keveset foglalkoztak. Tehát egyrészt, hogy történhetett meg az, ami a világpandémia kapcsán megtörtént az emberiséggel,
Hogy történhetett meg az, hogy egy nagyon is általános influenza járványból világjárványt csináltak, és hogy tudták, és kik tudták azt megszervezni, hogy szinte a világ minden egyes részén ugyanakkor és ugyanazokat a megszorító intézkedéseket alkalmazták. Ezt már természetesen nem a mainstream médiában, hanem az alternatív médiában sokan elemezték, és sok igazságot fel is tártak. Nyilván vannak most is olyan eltitkolt folyamatok, amiket még senki nem láthat, hiszen azt tudjuk, hogy most már a politikát is az a bizonyos pénzügyi háttérhatalom irányítja, amelyik a bankvilág segítségével adósává tette szinte az egész világot és az államok többségét. Tehát mi az, amit először is a pártoknak tudomásul kellene venni, hiszen most a parlamentáris demokráciában egy pártrendszer alapján lehet bejutni a parlamentbe, és ott lehet valamit tenni a közösség érdekében. Először is azt kellene a politikusokkal, a párt vezérekkel és az ő híveikkel valahogy megértetni, hogy miért is jöttek létre a pártok, és milyen szerepet kell, hogy betöltsenek. Mert hogyha ezt a szerepet megértenék, akkor nem csodálkoznának azon, hogy az emberek sokszor tudatlanok, sokszor nincsenek alapvető ismeretek birtokában, hanem tennének ellene. Tehát ugye a pártrendszer azért jött létre, mert az a régi választási rendszer már elavult, illetve nem volt módja úgy átalakulni, hogy valóban valami érdekképviseletet jelenthessen. Tehát egy pártrendszernél vannak a jelöltek, akikre szavazhatnak az emberek bizonyos körzetek szerint, viszont mostanra már odáig fajult a dolog, hogy a szavazó semmit sem tud a jelöltről. Azaz csak azt tudja, ami a médiába eljut hozzá. Tehát nincs személyes kapcsolata, illetve azoknak, akiknek személyes kapcsolata van, azoknak is felületes ez a kapcsolata a legtöbbjüknek. Nincs tapasztalata arról, hogy magát a pártprogramot, tehát azt az eszmerendszert milyen formában próbálja képviselni a képviselő, ha egyszer bejut a parlamentbe, milyen a valóságos jelleme annak a jelöltnek, mennyire tud kitartani az igazság mellett, mennyire meri vállalni az igazságot, és mennyire szókimondó. Tehát erről csak a médián keresztül tud valami információt begyűjteni a választópolgár, már pedig a média, minden józan ember tudja, a média hamisít. A média annak az érdekében hamisít, aki a médiát fizeti. Tehát a párt vezéreknek és a párt tagoknak nem kell azon csodálkozniuk, hogy az emberek szkeptikusak és nem fogadják el az őszinte szólamaikat, az őszinte kijelentéseiket. Mert ki tudja, hogy mennyire őszinték. És ha nem azokkal a konkrét napi problémákkal, helyzetekkel foglalkoznak, és nem annak a hátterét tárják fel ezek a pártok, illetve a párttagság és a jelöltek, akkor az emberek végképp elvesztik a bizalmukat bennük. Tehát az, hogy az emberek többsége, a választók többsége nem ismeri személyesen a jelöltet,
ezt az egész rendszert egy nagyon rossz irányba viszi el. De hát hogy lehetne ezt az elvesztett bizalmat visszaállítani? Hát először is ezt egy hónap alatt nem lehet, vagy egy fél év alatt sem. Én azt hiszem, hogy minden pártnak úgy kellene az ügyeit intézni, és úgy kellene politizálni, hogy választáskor már el kellene kezdeni készülni arra a következő választásra, ahol reményeik szerint már jobb eredményt érhetnek el. De hát ez a készülés, ez miből állhat? Mindenekelőtt abból, hogy a politikai folyamatokat, a világ politikai folyamatait és azoknak az eseményeknek az igaz magyarázatát közvetítik a választóik felé és a közönség felé, és nem próbálják elhallgatni a lényeges információkat, ami talán egy kicsit hátrányos lenne ugye a párt megítélésében, már mint a mainstream médiában. Én itt látom a hibát. A másik hiba az, hogy csak kényelmes módszereket használnak arra, hogy bővítsék a választói listát. Milyen kényelmes módszerekre gondolok én? Hát internet. Csak hogy az internethez nem mindenki jut hozzá, főleg az idősebbeknél, akik rá vannak hagyatkozva a mainstream médiára, és annak a hatása alá kerülnek, és annak a hazugságait fogadják el. Tehát ilyen választói közönség nem lehet mit kezdeni, mert hipnózisban vannak, és nem tudják elfogadni a másik oldal érvelését, és nem is akarnak arra már időt szánni. Tehát itt egyrészt olyan előadásokat, olyan találkozásokat kellene szervezni 4 éven keresztül, amelyben az emberek kérdezni tudnak, amelyben az emberek olyan információkhoz jutnak, amikhez nem juthatnak a mainstream médiába, és amelyekben az emberek személyesen, folyamatosan kapcsolatba lehetnek a majdani képviselőjelöltükkel. Tehát én ezt látom a legnagyobb hibának most, és azt, hogy ha egy párt, egy nemzeti párt úgy gondolja, hogy most a legfőbb dolog az, hogy ő bejusson a parlamentbe, mert ott akkor ő valóban tevékenyen részt vehet a politikai életben, és hasznos dolgot tehet, ez szerintem egy tévedés. Mert ha egy kis párt egy pár embert bejuttat a több száz fős parlamentbe, erre számtalan példa volt, nem fog tudni változást elérni. Tehát mindenképpen a tömegbázist kellene növelni az előbb leírt módon. És ehhez kapcsolódik az is, hogy ha nem tud változást elérni, akkor hogy fog a választóihoz fordulni? A választói számon kérik, hogy miért nem teljesítette azt, amit a programjában hát előrevetített a képviselőjelölt. És arra az lesz a válasz, hát hiszen nem volt rá mód. Hát egy olyan helyzetben kellett politizálni, ahol nem volt tér a program érvényre juttatására. És igaza is van. Csak hogy ezt előzőleg meg kellene mondani a választópolgárnak, hogy csak akkor tudjuk ezt
lehet megvalósítani, hogyha olyan lesz a politikai légkör. Márpedig nagy változásokra ma Magyarországon ilyen médiával és ilyen kommunikációval az úgynevezett tudatlan emberek felé, meghipnozizált emberek felé nem lehet számítani. Tehát én azért is mondom el ezeket, mert szeretnék azoknak a jóindulatú politikusoknak, jelölteknek segíteni, akik valóban meggyőződéssel igyekeznek a nemzeti eszmét érvényre juttatni. Mit kellene ezeknek a jelölteknek, illetve politikusoknak elmondani a választóiknak? Azt, hogy az ország milyen helyzetben van. Azt már látjuk, hogy az ország teljesen eladósodott, de ennek vannak okozói, vannak előidézői. És ezeket meg kell nevezni, hogyha valamit tenni akarunk az eladósítás ellen. Az eladósítás folyamatát is vázolni kellene, hogy hogy is következhetett az be. Mert az nem feltétlenül sorszerűen következett. Azt is tudjuk, hogy ezt az eladósítási folyamatot most már vagy 70 éve kik folytatták le. Tehát, és az egész világon kik azok, akik ennek a végrehajtói. Az előbb mondtam, hogy az a bizonyos háttérhatalom, pénzügyi hatalom, amelyeknek a családjait már névről nagyon sokan ismerik, tehát ismerik a Rothschildokat, a Warburgokat, a Rockefellereket, de hogy ezeknek mik voltak a módszerei, ezzel nincsenek az emberek tisztában. Hát az egyik módszerük az volt, és ez már legalább 150 éve ismert kellene, hogy legyen, hogy megszüntették erőszakkal persze közvetetten a nemzeti jegybankokat. Tehát azt a folyamatot, hogy egy nemzetnek, egy országnak a pénzforgalmához szükséges pénzmennyiséget, azt a nemzet maga állítsa elő. És ez a folyamat kezdődött már a 19. század közepén. Erre egy példát hagy hozzak fel. 1862-ből a Times of London, egy napilap, a következő cikket jelenteti meg erről a kérdésről. Ehhez tudnunk kell, hogy éppen ebben az időben, tehát 1860-tól 65-ig folyik az az észak-amerikai polgárháború, az észak- és délharca, amelyik Abraham Lincoln vezetésével, majd az egységes Egyesült Államok felállításához vezet. Tehát mit ír ez az újság? Ha a kártékony pénzügyi államvezetés, aminek az Észak-Amerikai Köztársasága forrása meggyökeresedik, ugyanis Abraham Lincoln a saját papírpénzt nyomtatott. Tehát ha ez meggyökeresedik, akkor a kormányok költség nélkül fognak pénzt kibocsájtani, ki fogják fizetni adósságaikat, és nem lesznek adósok. Elég pénzük lesz rá, hogy folytassák kereskedelmüket, sikeresek és gazdagok lesznek. Példátlanok a civilizált kormányok történelmében. Tehát ebben arra utal, hogy már akkor
a kormányok legnagyobb része el volt adósítva. Ezt a kormányt, tehát ezt az észak-amerikai Abraham Lincoln vezette kormányt, mondja ez a cég, el kell pusztítani, vagy ők pusztítanak el minden monarchiát. Tehát minden monarchiát azért fognak elpusztítani, mert a monarchiák vannak eladósodva, ez 1860-as években, és ha ezeket leváltják, akkor lehet, hogy az Abraham Lincoln féle állam fog elterjedni, és a pénz nyomtatása nemzeti bankokba fog történni. Tehát az eladósítás egyik módszere az, hogy a nemzeti jegybankokat megszüntetik, egy központi jegybankot hoznak létre, egy magánbankot, amely magánbank fogja nyomtatni a nemzeti valutákat, de ezt az országok már csak kamatos kamattal vehetik igénybe. Tehát gyakorlatilag mindig tovább görgetik az adósságot. Hogy ez történt Magyarországgal is, és a világ sok országával, erre abból lehet következtetni, hogy a mi kormányunk is most az álvilágjárvány kapcsán, a mi kormányunk is gyakorlatilag ugyanazokat a folyamatokat ismételte, illetve egyforma parancsokat teljesített a többi kormánnyal. És itt lényegében az történt, hogy kiszolgáltatta a polgárait egy nemzetközi szervezetnek, amit úgy hívunk, hogy WHO, Világegészségügyi Szervezet, amely kiadta a parancsot, hogy minden országban milyen megszorításokat kell végrehajtani, milyen egészségügyi folyamatokat lehet követni, függetlenül attól, hogy abban az országban milyen járvány dúl, vagy milyen járvány nem dúl, és ezzel gyakorlatilag olyan adósságok, újabb adósságok felvételére kötelezte az országokat, amelyek már az így is kifizethetetlen adósságot még tovább növelték. Tehát az, hogy a mostani kormányok, minden ország kormánya azt köteles követni, amit a nemzetek feletti szervezetek parancsolnak, az ebben is megnyilvánult. Azok a nemzetek feletti szervezetek pedig, tehát az uniós szervezetek, például a WHO, ezeknek a működését pedig magánpénzek biztosítják. Tehát azok a magánpénzek, azok befolyásolják is a szervezeteket, hogy milyen parancsokat közvetítsenek a nemzeti kormányoknak. Tehát ne higgyük azt, hogy a mi kormányunk függetlenül dönthet kérdésekben, és hogy milyen mélységig köteles végrehajtani az uniós szervezetek parancsait, abba mi még most sem látunk igazán bele. Az, hogy miért történtek ezek az egészségügyi korlátozások és ez az egész világpandémia, hisztéria, azt is már nagyon sokan megfejtették, és sokan ki is mondták, tehát politikusok nyilatkoztak arról, hogy az a bizonyos
világkormány, amire már nagyon régóta utalnak. 1950-től ismerünk kijelentéseket, James Warburgnak a kijelentését, hogy meg fogjuk valósítani a világkormányt, ha tetszik, ha nem. Az egyik múlt adásban én Paul Warburgnak tulajdonítottam ezt a kijelentést, ez az amerikai kongresszusban hangzott el, de itt helyesbítem, mert nem Paul Warburg mondta ezt, hanem a fia, James Warburg. Tehát az, hogy itt a pénzügyi háttérhatalomnak az a célja, hogy egy világhatalmat, egy világállamot hozzon létre, egy világkormányt hozzon létre, az már nagyon sok politikus nyilatkozatában elhangzott. Tehát ebben csak az nem hisz, aki nem ismeri ezeket a nyilatkozatokat. Tehát a nemzeti pártoknak ezeket kellene közvetíteni a választóik felé, ezeket az igazságokat. És hogy ez a világkormány, ez gyakorlatilag milyen régóta világkormány eszme, gyakorlatilag milyen régóta létezik, azt is sokan már megfejtették, sokan rámutattak, legalább 250 éve. Ez a folyamat és ez a titkos társaságok által irányított háttérhatalmi térnyerés, politika, ez tulajdonképpen annak a szabadkőműves illuminátus társaságnak a páholyaiban megszületett eszmerendszer, ami megvalósult a Szovjetunió, illetve a sztálinista diktatúrában, de megvalósult már a francia forradalomban, a jakobinus diktatúrában is. És hogyha tisztán akarjuk látni a világ helyzetét, és azt, hogy milyen illuminátus és szabadkőműves elvek megvalósításán kénytelenek dolgozni most is a nemzeti kormányok, lehet, hogy akaratuk ellenére, de be vannak fogva, tehát pénzforrázon vannak. Tehát ezeket az elveket kellene fölismerni minden embernek, és ekkor talán össze tudnánk fogni, hogy a folyamatot megállítsuk. Tehát milyen elvekről van szó? Ugye itt sokszor beszéltünk már arról, hogy most a világ irányító, a világot irányító háttérhatalom, tehát a bankár oligarchia, akik a világ vagyonának a 90%-ánál is többet birtokolnak, milyen eszmerendszer alapján működik. Ez bizony a judaista eszmerendszer, azaz annak a farizeus talmudista eszmerendszernek a megnyilvánulása, amit már sokat elemeztünk, de itt is föl kell ezt ismernünk. Ez a judaista, talmudista farizeus eszmerendszer, ez éles ellentétben áll egyetlen egy vallással, a valódi keresztény vallással. És akkor itt utalnunk kell sokat szóra a jézusi kijelentésre, amit a János Evangélium 8.44-ben találunk meg, és a farizeusokhoz intézi a szavait, akiknek azt mondja, hogy ti az ördög atya fiai vagytok. Tehát nem az Isten atya, hanem az ördög atya fiai, aki a hazugság atya, és akiben nincs semmi igazság. És ti az ő cselekedetét teszitek, az ő akarata szerint cselekszetek, és ez az ördög atya,
akinek az akaratát cselekszitek, ez emberölő volt kezdettől fogva. Tehát a világot irányító pénzhatalomnak, hogy jellemezhetjük a tulajdonságát, egyrészt a hazugság, tehát a mindent elárasztó hazugság a jellemzője, másrészt az, hogy ez a hazugság, ez végül is az ember halálához vezet, az emberek legyilkolásához vezet. Tehát ez a két jellemzője ennek a pénzhatalomnak. És ennek az ellentéte a jézusi tanítás, amit a keresztények úgymond követni szeretnének. De a kereszténység valóban most már egy bizonyos fokig hát eltorzult kereszténység. És kik azok, akik eltorzították? Ez is már legalább 250 éve intenzíven folyik. Azelőtt is folyt, de most már a francia forradalom évszázadától még intenzívebben folyik. Ezek a szabadkőműves illuminátus eszmék, amiknek nagyon sokan a rabjai lettek. Nagyon sok neves írót is felsorolhatnánk, zeneszerzőt és költőt akár, filozófust, akik később talán rájöttek, hogy milyen csalásnak az áldozatai, de sokan köztük hát csak nagyon későn, és így áldozatai is lettek ennek a folyamatnak. Tehát az illuminátus eszmerendszerbe találjuk meg azokat a módszereket, amivel félre lehet vezetni a kereszténységet, és amivel magát, a jézusi tanítást is meg lehet, tehát az igazságát is meg lehet hamisítani. És ennek az egyik módszere az, hogy hangoztatjuk mi azt, hogy mi a jézusi tanításokat nagyra tartjuk, és Jézus személyét is. De úgy kell idéznünk a Bibliából az ő szavait, hogy igazságot is, meg hazugságot is keverünk a dologba. Tehát valahogy úgy, hogy mindenkit megnyerjünk magunknak, akár igaz magyarázattal, akár hamis magyarázattal. Tehát az igazság és a hamisság összekeverésével. És amikor rákérdeznek, hogy de hát ez a tanítás, ez valahol sántít, akkor majd azt fogjuk mondani, mondják az Illuminátus szabadkőműves vezetők, azt fogjuk mondani, hogy hát tulajdonképpen meghamisították mások a jézusi tanításokat, és mi vagyunk azok, akik a valódi jézusi tanításokat képviseljük. Tehát egyrészt a mai világban is figyeljük meg, hogy kik azok, akik most nagyon hangoztatják, hogy ők keresztények, és ők Jézust szeretnék követni, holott talmudista és judaista elveket vallanak. A másik módszere ezeknek a titkos társaságoknak, akik az egész folyamatot vezetik, hogy a titkos társaságokat nem lehet nyilvánosságra hozni, tehát nem lehet nyilvánossá tenni, hanem valami más társaságba kell elrejteni, valami más néven kell elrejteni. Hát ez konkrétan a szabadkőművességnél úgy nézett ki, hogy az illuminátusok épültek bele a szabadkőműves páholyokba.
az illuminátus tanok Németországba született, a szabadkőműves páholyok Angliából terjedtek el Franciaországba, de maga az a tanrend, ami az egészet egy ördögi, luciferi sínre állította, az Ingolstadtból Adam Weishaupt tanításai alapján indult. Még egyszer visszatérve arra, hogy milyen erők harcolnak itt, és milyen módszerekkel vezetik félre a kereszténységet. Elmondtam, hogy a jézusi tanítások gyökeresen különböznek, tehát szembe mennek a talmudista, farizeus tanításokkal, aminek a lényege, hogy két része osztja a világot, a világ népességét, a zsidókra és a nem zsidókra. Ez a Noahita törvényben lett lefektetve, ami csak a Talmudban szerepel, a keresztény tanításokban, illetve a keresztény Bibliában ilyen nincsen. A Talmud van lefektetve a Noahita törvénykezés alapja, aminek a lényege az, hogy a zsidók azok, akik jogosultak a világ vezetésére, és a nem zsidók csak arra jogosultak, hogy kiszolgálják a világ vezetőit. És ennek a törvénykezésnek, ennek a jogrendnek kell elterjedni az egész világon. Márpedig az a pénzügyi hatalom, háttérhatalom, amelyiknek a központja most Amerikában található, ez a háttérhatalom, ez arra törekszik, és ezt az amerikai törvénykezésbe már be is iktatták, és az a feladata, hogy ezt a Noahita törvény, Noahita jogrendet elterjessze a világon. És mit mond a Talmud még arról, hogy azok, akik még nem tartoznak a Noahita jogrendbe, azoknak mi jár a világon? Azt mondja, hogy az olyan pogány nemzeteket, azok pogányok, melyek nem tartoznak a mi törvényszékünk fennhatósága alá, azok ellen a zsidóknak szent háborút kell indítani. És akkor most próbáljuk ehhez kapcsolni a napjainkban történteket, hogy miért is folyik háború most Ukrajnában. Tehát mi ennek a háttere? Nem azé, hogy van egy hatalmas ország, Oroszország, amelynek a vezetője még nem szolgáltatta ki az országát annak a Noahita jogrendnek, amit a háttérhatalom tervez. És van egy olyan ország, Oroszország határán, amelyik Oroszországból vált ki, és felrúgott egy egyezményt. Azt az egyezményt, amit a szocialista blokk, tehát a rendszerváltás idején kötöttek Oroszországgal, a NATO és Oroszország viszonyára vonatkozólag, a Minszki egyezményt, amelyben a NATO kötelezi magát arra, hogy nem fog kelet felé terjeszkedni. Márpedig Ukrajna bizonyos vezetői, akit puccsal ültettek hatalomba, éppen azon dolgozik, hogy Ukrajna a NATO-hoz csatlakozzon. Tehát ki az agresszor? És ki az, aki felrúgott egy korábbi egyezményt? Tehát a háború kirobbantásának az okait is feltétlenül meg kell itt említeni. Ennek a
a globális világhatalmi törekvésnek a kapcsán. Az, hogy egy világállamot akarnak létrehozni, az nyilvánvaló politikusok többször elmondták. Az, hogy kik azok, akik ezt a világhatalmat birtokolni akarják, az is az előzőkből nyilvánvaló. De hogy milyen sorsot szánnak legfőbb ellenségüknek, a keresztényeknek, azt nem sokan tudják, illetve sokkal kevesebben, mint ahogy ezt tudni kellene. Mégpedig a kereszténység. A kereszténység ugye Jézus követőknek a vallása. A kereszténység a legfőbb ellenfele ennek a világállamnak, ami judaista, talmudista elvek alapján szerveződne. Megkérdezték az egyik izraeli rabbit, Tuitu rabbit, hogy mivel ők ugye a zsidó messiás eljövetelét ahhoz kötik, hogy a világhatalmat mikor sikerül megszerezni, hogy mi lesz a zsidó messiás megérkeztekor, tehát milyen helyzetben lesz a világ. És Tuitu rabbi, aki 2015. június 1-én nyilatkozott, ez talán még most is megtalálható az interneten, elmondja, hogy a zsidó messiás csak akkor jön el, ha Európa, mármint ugye a kereszténység központja lehanyatlik. Az, ami most Európában történik, hát ekkor volt a nagy invázió a menekült árammal. Az, ami most Európában történik, és olyan nagy félelmet kelt, a legjobb hír a zsidóknak, mondta akkor Tuitu rabbi. Ti keresztények keményen meg fogtok fizetni mindenért, olyan keményen, hogy ki sem tudom mondani. Tehát az, hogy milyen sorsot szánnak nekünk, az kell, hogy ismert legyen minden magyar keresztény választópolgár, állampolgár előtt. De hogy mindez egy kicsit árnyaltabban álljon előttük, most vegyük elő azt a könyvet, amit hát a zsidó állam megalakításának az első dokumentuma, mégpedig Herz Tivadarnak a Zsidó állam című könyvét. Ez 1896-ban jelent meg Bécsben. És akkor nézzük meg, hogy ő hogy képzelte a zsidó állam megalakítását. És miért akart ő egy önálló zsidó államot létrehozni. Azt írja ebben a könyvben, hogy azon zsidók számára kívánja ő ezt a zsidó államot létrehozni, akik nem képesek a beolvadásra, a honosulásra, azaz az asszimilációra a nem zsidó népek körében. Ezeknek kellene egy államot alapítani Palesztinában vagy Argentinában. És ezen kívül szerepel ebben a könyvben még egy érdekes dolog. Ő hirdeti, hogy ebben a zsidó államban, aminek tökéletesnek kell lenni, 7 órás munkanapot írnának csak elő. Na de hát miért kell a 7 órás munkanapot hangsúlyozni 1896-ban? Azt mondja, azért van szükségünk erre, mert ez egy jelszó lehetne számunkra, amely a mi népünk felé hajlítja azokat, akiknek az élet kell jutniuk. Tehát akiket majd mi hatalomba juttatunk,
azokat ilyen jelszavakkal nyerjük meg magunknak, hogy segítsenek a zsidó állam létrehozására. És még miért van szükség a zsidó állam létrehozására? Azt írja a Herz Tivadar. A zsidóknak olyan hibáik vannak, amelyek a zsidó ellenesség elterjedését szolgálják, és veszedelmes ez a helyzet, mondja, hogy a zsidóság egyrészt minden forradalmi pártnak a közkatonája, másrészt pedig a nemzetközi nagytőke fő tulajdonosa. Tehát ez a Cion országa, ez csak a szegényebb zsidókat fogadná be, azokat, akik a különböző országokban gondokat okoznak a zsidó nagytőkének, és akadályozzák az évezredes cél elérésében. Az évezredes cél elérésében, ami a Talmud ígérete, a világhatalom megszerzésére és megvalósításában, és a világ feletti uralom kiépítésében. Tehát Izraelt a szegényebb zsidóknak szánják, de a zsidó nagy tőkét meg akarja hagyni minden országban, amivel majd 1896-ban mondja, majd egyszer létrejön a zsidó világuralom. A keresztény tanítás ezekről természetesen az, hogy két részre oszlom a nemzeteket, meg a népeket, ilyen nincsen. Mindenki ugyanazon teremtő Istennek a gyermeke, nincs különbség, nincs kiválasztott nép, nincs kiválasztott nemzet, hanem mindenki egyforma, egyenrangú. De mi az a farizeuszmus, talmudizmus? Mi a kapcsolat a kettő között? Erre is sokan rákérdezhetnek, és én itt egy enciklopédiából idéznék, a zsidó világ enciklopédiából, akik így határozzák meg a talmudizmust. A farizeuszmus szülte a talmudizmust, amiben az ókori farizeusok szelleme él tovább változatlanul. Amikor egy zsidó a Talmudot tanulmányozza, valójában azokat az érveket említi fel, amelyeket a palesztinai akadémiákon használtak. Természetesen ezekben a zsidagógákban. Ez egy Finkenstein nevű rabbinak a megfogalmazása, aki az amerikai zsidó szeminárium vezetője volt. Tehát szerinte a talmudisták, a modern farizeusok, a szélsőséges csoportok szellemisége az okkult kád misztériumok zsidó változatát, a kabbalizmust mutatja. Tehát akik ellen Jézus fellépett, azok a farizeusok voltak, de ezeknek a farizeusoknak a tanításait vitték tovább a talmudisták, amibe beleépült, tehát a kád misztérium vallás, és aminek létrejött egy zsidó változata. Tehát a kabbalizmusnak létrejött egy zsidó változata. Mindjárt meglátjuk, hogy mi ennek a lényege. A kabbalizmussal az illuminátus rendnek a létrehozója, Adam Weishaupt ismerkedett meg. Adam Weishaupt, aki Németországban született, Ingolstadtban, és 1748-ban született ő, és 1776-ban hozta létre az illuminátus rendet. Ő jezsuita volt. Tehát jezsuita kolostorban nevelkedett. De most a jezsuitákról is nagyon sok vita zajlik, de egyet meg kell jegyeznünk róluk. A Loyola Ignác az alapító.
ő is zsidó származású volt, de katolizált zsidó volt. És ő volt az, aki 44 évesen ezt a rendet létrehozta 1534-ben, tehát hogyha a magyar történelembe ezt kapcsolni akarjuk valahova, akkor 8 évvel Mohács után. És az 1517-es lutheri fellépés után, egy pár évtizeddel. Tehát Loyola Ignác zsidó ember volt, létrehozta a jezsuita rendet, ami gyakorlatilag egy spanyol illuminátus mozgalomnak, amit úgy hívtak, hogy Alumbrado mozgalom, nak a kiteljesülése volt a rend megalapításával. Ez az Alumbrado mozgalom 1492-ben, tehát a zsidók Spanyolországból való kiűzése évében kezdődött, és olyan zsidóknak a mozgalma volt, akik katolizáltak, de titokban talmudisták maradtak. Tehát ennek az Alumbrado mozgalomnak a híveiből alakult aztán Loyola Ignác által a jezsuita rend, és innen már érthetjük, hogy miért éppen egy jezsuita alapította az illuminátus rendet. A Adam Weishauptnak a tanításait és a munkásságát még azzal kell kiegészíteni, ugye nagyon sok előadás van erről, hogy ebben az illuminátus mozgalomban nem csak a spanyol katolizált zsidóknak a mozgalma épült be, hanem, tehát a jezsuita tanítások, hanem másfajta tanítások is. 1771-ben, tehát valamikor 30 éves korában Weishaupt találkozik egy Kolmer nevű dán kabbalisztikus zsidóval. Ez a Kolmer Egyiptomból tért éppen akkor haza, és ő az, aki bevezeti Adam Weishauptot az egyiptomi Osiris mágiába, és bevezeti az Alumbrado mozgalomba is, mert annak is ismerője. Tehát Weishaupt gyakorlatilag beépíti az illuminátus rendbe az egyiptomi Osiris mágikus vallást, másrészt a spanyolországi katolizált zsidók illuminátus Alumbrado eszmerendszerét. A kabbalisztika gyakorlatilag egy olyan misztérium, aminek van gyakorlati és elméleti vonulata, és az elméleti kabbala az az Istenről vallott titkos tanításokat tartalmazza. A gyakorlati kabbala viszont, aminek a zsidó változata a frank kabbala, a frankisták eszmerendszere, ez földi dolgokat akar befolyásolni, amulettek, mágikus számok, gonosz varázslatok segítségével. Van ilyen tanítás a Talmudban is, a Midrás könyvben. És vannak kabbalista információk. Tehát a kabbalisták, ami beépült az illuminátus rendbe, között is a frankisták azok, akiknek a tanításai befolyásolták a leginkább Adam Weishaupt rend alapítását,
és akkor a frankistáknak a legfőbb elveit itt hadd ismertessen, mert azt hiszem, hogy ez kevésbé ismert. A frankisták atya egy Jakob Frank nevű galiciai katolizált zsidó ember, akinek eredeti neve Leibovitz volt. Kiadott egy könyvet az Úr szavai címmel, és ebben azt állítja, hogy a zsidóknak megjelent, hajdanán megjelent Isten gyakorlatilag nem az igaz Isten, mert az igaz Isten az rossz. Tehát ő megesküdött, hogy nem fog soha igazat mondani, nem tart be semmiféle erkölcsi szabályt, kijelenti, hogy az új társadalom felé vezető út a jelenlegi civilizáció, tehát ez a 18. század teljes eltörlése. Tehát ez az illuminátus rend alapja, eltörölni a múltat, eltörölni a civilizációt. És ennek a végrehajtása céljából gyilkosságot, erőszakot, vérfertőzést, vérivást szükséges igénybe venni. Ezek szükséges szertartások, mondják a frankisták. Ezek a frankisták, ezek az ördögöket imádják. Többek között egy Samuel nevű ördögöt. És hogyha ezt egy kicsit jobban meg akarják ismerni, illetve ennek az irodalmi, zeneirodalmi vonatkozásait meg akarják ismerni, akkor ajánlom, hogy nézzék meg a Weber Bűvös Vadász című operáját, ha valahol ez föllelhető. Pont erről van szó, erről a kabbalista, frankista irányzatról. Tehát az illuminátusok célja a novus ordo seculorum, azaz az új világrend létrehozása. És ennek az illuminátus rendnek lesznek aztán tagjai, finanszírozói, azok a nevek, amikkel most találkozunk a pénzügyi háttérhatalommal emlegetve. De hát például a Warburg család. A Warburg család a 18. században emelkedett fel Hamburgban, és a másik család, a Rothschild, amit már nagyon sokan ismernek, és már megjelent a Rothschild családról több könyv is, a Rothschild család pedig Frankfurt am Mainban. A Frankfurt am Mainban megjelent, tehát a Main melletti Frankfurtban megjelent Rothschild családnak eredeti neve Bauer volt. És ezt még szeretném elmondani, hogy minden mindennel összefügg, és hogy a Rothschild családnak magyarországi a történetének és magának a család tevékenységének is magyarországi vonatkozása van. Ezt egy olyan történettel szeretném igazolni, aminek egyes részletei mindenki előtt ismeretesek. Ez a Rothschild dinasztia alapító, Mayer Amschel Bauer, ez az 1760-as években Hannoverbe utazik. Hannover egy olyan hercegség volt Németországban, amelynek dinasztikus kapcsolatai voltak Angliával. Volt egy időszak, amikor a hannoveri királyság vagy hercegség fejedelme azonos volt az angol királlyal. Tehát ugyanaz a személy töltötte be ezt a tisztséget. És
Ebben a Hannoveri királyságban ez az Mayer Amschel Bauer, ez egy Oppenheimer családnál dolgozik, az Oppenheimer bankháznál dolgozik, és itt ismeri meg Hanau hercegét. 1760-ban kerül Hannoverbe, és egy pár év múlva Hanau hercegét is megismeri, és ez a Hanau hercege lesz az, aki a magyar történelemmel kapcsolatba kerül, mégpedig úgy, hogy egy Rothschild rokon leánykát vesz magához, 14 éves leányt, aki egyébként Svájcba születik, egy Rebecca Richter nevű 14 éves leányt, akitől több törvénytelen gyermeke születik, többek között 1786-ban megszületik Jakob nevű gyermeke, aki később a Hajnau nevet veszi fel. Tehát az a hanaui herceg, aki kapcsolatba kerül Rothschilddel, a dinasztia alapú Rothschilddel, és aki majd a katona kölcsönzésből összegyűjtött vagyonát a Rothschildekre hagyja kezelésre, amikor menekülnie kell a hercegségéből a napóleoni háborúk alatt, és ezt a hatalmas vagyont a Rothschildek soha nem adják neki vissza. Ez a hanaui herceg, ami Hajnaunknak az apja. De mi lett az Illuminátus rend sorsa? Mi lett Adam Weishaupt sorsa? Amikor 1776-ban megalapítja május 1-én az Illuminátus rendet, sokan csatlakoznak hozzá, lassan 3000 tagjuk lesz különböző országokban, egész Európában, még Magyarországon is, de a sötét üzelmeikre fölfigyelnek azért az emberek, sőt a belépő tagok is. Úgyhogy egy pár év múlva, 1785-ben feljelentik Weishauptot, úgyhogy menekülnie kell, a egyetemi katedráját elveszti, és aztán élete végéig a gótai herceg ad neki, tehát fogadja be 1830-ig, amikor Weishaupt meghal. És az, hogy mindezek a tanítások, az emberiség elleni támadás, valójában itt született az Illuminátus rend kebelében, Adam Weishaupt felügyeletével, ez a mai napig igazolható az ingolstadti levéltárban. Ugyanis azok az adatok, amiket én itt elmondtam és felhasználtam, Jüri Linna könyvéből származnak, a Skorpió árnyékában a címe, amiről filmes feldolgozás is készült. Ezek az illuminátus iratok mai napig olvashatók Ingolstadtban. És amikor Jüri Linna azzal fejezi be a könyvét, hogy ő 1986-ban végig tanulmányozta ezeket az iratokat, és amikor végigolvasta őket, megtalálta benne egyrészt a francia forradalom előkészítésének a különböző stádiumait, másrészt
egy világforradalom, egy világállam kirobbantásának és egy világhatalom létrehozásának az alapvető iratait, akkor azt hiszem, hogy csak akkor kérdőjelezhetjük meg a mai pénzügyi hatalom valódi céljait, hogyha teljesen figyelmen kívül hagyjuk a valódi tényeket. Aki ezek után kételkedne abban, hogy valóban létezik összeesküvés, és valóban mi is az áldozatai vagyunk, kérem, fáradjon el, utazzon el Ingolstadtba, és győződjön meg róla, hogy hol, mikor született, és milyen céljai vannak a jelenlegi hatalomnak. Köszönöm szépen!